utóbbi 100 évben van az, hogy egyenjogúság van, amit én, jó, rendben van, legyen egyenjogúság, és az egyenjogúság az oda is vezet, hogy már nincs házasság, már nincs család, már nincs béke, már nincs együttélés, már nincs semmi. Az az ember, aki még soha nem éhezett, az nem tudja, mit jelent jól lakni. Az az ember, aki sose volt bezárva, nem tudja, mit jelent szabadon lenni. Az ember nem tudja, mi az, hogy háború, nem tudja, mit jelent a béke. Szóval ezek borzasztó fontos dolgok az életben. Az ember egy olyan teremtmény, hogy ha nem kell küzdeni, nem küzd. Csak akkor küzd, ha kell küzdeni. Egyszer hiányozni fog az életemből ez a küzdés. Akkor az életem sem fog 10 fillért se érni, akkor már nem is akarok élni. A 45 éves férfiak, azok pontosan az életük felét, a meghatározó felét, a fiatalkort, azt egy olyan társadalomba élték, amely a társadalomnak a következménye, ez a mai helyzet, ami van. Mert ugye dolgozni az emberek nem olyan szeretnek, és ha nem muszáj, akkor ne dolgozzunk. Az állam nem fog helyettem megoldani semmit, nem fogja megoldani a családi problémámat, nem fogja megoldani az anyagi problémámat. Ha én magam nem tudom megoldani, mint családfő, mint vezérőrű, akkor sajnos megoldatlan lesz. Ma is megfordulok a lányok után. Még csak 84 éves vagyok, az nem olyan sok az. A teljesítmény már nem olyan, mint 20 éves koromban, de fordulni még lehet. Ha én nem tudnék zsömlét sütni, nem árulnék soha zsömlét. Ez egy alapdolog nálam. Értsél ahhoz, amit csinálsz. És azt tanulással el lehet érni. Ez van.